Úgyhogy nézzük meg, hogy mi lesz a mai nap, és el is kezdem az első diát, hogy miről lesz szó. Az osztrák piacot akarom egy kicsit áttekinteni, megmutatni. Változott valamennyit az elmúlt évekhez, sőt az elmúlt 16 évben, amit Ausztriában vagyok, sokat változott, tehát jelentősen változott az érdeklődés és a lehetőségek is. Ez egyik, a másik az ingatlanszerzés költségeiről, hitelről, a folyamatról, hogy nem tudsz mondani egy ingatlan. Itt még olyan ügyfeleimnél is gond van, akik időnként nézik a videókat, tehát szeretnék egy pár sarokpontot tisztázni, hogy ne lépj egy csapdába, tisztán lásd, és nagyon sokaknak az a fő probléma, vagy az a fő hiba, hogy hát de Magyarországon így van, ezt a mondatot szokták mondani, a határnál le kell tenni ezt a tapasztalatot, hogy Magyarországon hogyan van, Ausztriában meg kell tanulni, hogy itt hogyan van, különben igen drága árat fog fizetni az ember. A befektetési ingatlan adózásáról hogyan lehet nettóba, tehát áfa nélkül vásárolni, miatt talán már megközelítőleg olyan jó áron, mint a használt ingatlanokat. Erről lesz ma szó. Akkor szó lesz arról, hogy a bérbeadás szabályai milyenek. 1945 előtti ingatlanokhoz egy nagyon fontos információt meg akarok osztani veletek, amit sokan nem tudnak, és most jön egy pár olyan ingatlan, ami nagyon jó áron van a kínálatomban, viszont erre vannak bizonyos korlátozó szabályok, ezt érdemes megtanulni, meg fogsz lepődni, hogy miről is van szó. Akkor átnézzünk egy jó pár konkrét ingatlant, egy picit meg akarom mutatni azt, hogy befektetői szemmel mi az, amire érdemes figyelni, mi az, mi fontos feltétlenül, és hát utána jönnek az elemzés után gyakori kérdések, tehát összegyűjtöttem valami 30 vagy nem tudom 40 ilyen gyakori kérdést, ami nálad is hasznos lehet. Hogyan érdemes elindulni? Erről lesz szó, hogy mi az első lépés, amit ausztri ingatlan vásárlásnál meg kell tenned ahhoz, hogy tulajdonképpen jó irányba haladjál, jó irányba gondolkozz. Sokan már eleve rossz irányba gondolkoznak, erről is lesz szó. Rossz gondolatot követve rossz célhoz fogsz elérni, ugye, ha fölülsz egy kamcsatkai gépre, akkor Kamcsatkába fogsz sielni, vagy legalábbis oda fogsz érkedni. És a végén lesz egy hosszabb kérdésfelelek lehetőség, addig maradok szívesen, amíg kérdés van. Úgyhogy nagyjából ezek azok, amiket mára beterveztem, úgyhogy este 8-9 felé talán végzünk. Jó, viccelek, szerintem egy órán belül végzünk, viszont az nagyon hasznos lesz. Úgyhogy gyorsan belenézek, hogy írta valaki Kamcsatkát, senki, nem is válaszoltok. Látom, többen tudnak németül, de Kamcsatkát senki se írta, igaz, Ausztriát se. Szóval, vágjunk is bele. Az egyik javaslatom az, hogy ha szeretnél topon lenni, naprakész lenni, akkor az ausztri ingatlanok, itt az M nélkül nyilván, az ausztriingatlanok.hu-n tudsz regisztrálni, ami annyit jelent, hogy föl tudsz kerülni, ha akarsz, hát ez tőled függ, a hírlevelemre, és onnantól kezdve a hírlevélbe, amit megkapsz, rendszeresen ott gyakorlatilag hát minden korai ajánlatot, ma is lesz például 2 olyan ingatlan fog mutatni, még nincs a piacon, csak itt a webináriumon látod elsőnek, illetve én raktam fel a weboldalra, de még nincs még hírlevélbe se kiküldve, de még az osztrák piacon nem jelent meg, és a legkorábban tudsz reagálni jó ajánlatokra. Mindig aktuális hírek, amivel szoktam szolgálni, és kapsz értesítést, ha lesz webinárium, ami azt gondolom egy hasznos dolog lesz számodra. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mi lehet az, ami még tudok segíteni, hiszen ez a mai webinárium egy kivonata, egy hatalmas nagy tudásbázisnak, amit a videó alatti linken meg tudsz vásárolni. Én azt gondolom, amikor elindul, a régebben legalábbis így volt, elindult az ember mondjuk nyugatra, akkor vett egy ilyen nagy Shell Európa Atlasz. Ugye az első befektetése, őt átlépett a határon, ma jó GPS van, de van egy GPS-ed, amivel elindulsz. Na ez az a GPS, ami tulajdonképpen segíteni fog abban, hogy elindulj az ingatlan befektetés, vagy ingatlan vásárlás, kiköltözés esetén az ausztri ingatlanok felébe. Ez egy 4 órás tömény információval az adózástól kezdve a folyamat minden benne van. Ez a legjobb befektetés, mert ebben sok milliós baklövéseket lehet megspórolni. Ezt meg tudod venni a magyar felületünkön, a videó alatti linken, illetve meg tudod vásárolni a Udemy-n, nagyjából hasonló áron van, ami a külföldi, vagy magyar, vagy akkor 27% áfa miatt jobban jársz, hogyha itt közvetlenül a Udemy-n veszed meg, benne van a leírásban a link, vagy pedig ha el tudsz számolni Magyarországon, akkor a magyar felületen jobbnak az áfát vissza tudod igényelni, ami egy horror áfa egyébként, bárki ilyen külföldivel beszélek, vagy rokonnal, itt osztrák sógorral, egyebekkel, azt mondják, hogy ez nem létezik. Én tévedek, azt gondolom, én tévedek, rosszul tudom, hogy nincs 27%-os áfa. Jó? És nézzük is meg az első nagyon fontos kérdést, hogy ne kövessen az ember baklövést el. Az egyik az, hogy mi a különbség, mik a lényeges különbségek Ausztria és Magyarország között. Tehát nyilván az ember, ha síelni jár, akkor természetesen ismer egy pár különbséget, de mik azok a fő dolgok, mik azok a fő különbségek, amik meghatározóak. Egyrészt nagyon érdekes látni, hogy az osztrák társadalomnak majdnem a fele, tehát 45%-a, az bérlakásban él, életvitelszerűen egész életében. Nem átmenetileg, hanem hosszú-hosszú éveken át, tehát egy tartós bérlőnek tekinthető, nincs évente vagy két évente cserélődés, aztán lepukkan, festés, pont a húgommal beszéltem, hogy a balatoni nyaralóba fogadott vendégeket, tehát a magyarok azok mindent elpusztítanak, jó neved magadra, vannak persze jók is, de szóval ne abból indulj ki, hogy ugyanúgy, mint Magyarországon 3-4 év alatt van 2 vagy 3 bérlődés, és utána az egész lakást renoválni kell, mert mindent tönkrevágtak. Itt a 20 éves konyha is egybe van, és nem teszik tönkre, és vigyáznak, már otthonként élnek benne, nem csak lakásként. Tehát így Magyarországon 96% a tulajdonban van, és abban lakik, még ha a bank is a valódi tulajdonos, de hitelből. Ez Ausztriában 55% körül van, tehát itt egy nagyjából 10-szer akkora ingatlan bérbeadási piac van, mint Magyarországon. Ezért ez nagyon jól szabályozott, és nagyon nagy a kereslet. Tehát a lányom keresett például lakást, és a párjának a magas informatikai fizetés segített abba, hogy a másik 15 jelentkező elől ők kapják meg. Például a lányom, aki nem keres rosszul, egy informatikai cégnél dolgozik ügyfél, referensként és supportosként, ő például nem kapta volna meg, és hát nyilván a csomó másik jelentkező sem, tehát sorbaállás van. Ez egy egészen más piac, itt egészen másképp viselkednek az emberek. Jó, és hát 10 év alatt nem lesz 8-9 bérlőd, mint Magyarországon, hanem 1 vagy 2, tehát nem kell annyit felújítani, nincs annyi üresen állás. Ez aki tudja, mi a befektetés, akkor tudja, hogy ezek mind-mind sajnos hozamcsökkentő tényezők. Nem lakják le, nem kell annyit felújítani. Nemrég kérdezte valaki egy lakásnál, amit megmutattam, egy régi lakást, 1905-ben épült a ház, hogy hát nincsenek képek a lépcsőházról. Mondom, miért? Nem azt adjuk el, nem ott fog lakni. De hát, hogy az mennyire lepukkant, meg dzsuva, meg mondom, ez Ausztria, itt nincs lepukkant, nincs dzsuva, mert itt házkezelő cégek vannak, akik erre költenek, a tisztaság van, az emberek nem firkálják össze a falat meg a liftet, tehát ez egy másik ország, pedig csak egy határon kellett átjönni. Jó, nem isteni akar őket, hanem érdekes módon az, aki otthon összefirkálta a falat, az itt beleilleszkedve a környezetbe nem firkálja össze. Meg összefirkálják, akkor lefestik másnap a házmenedzsert. Tehát itt másképp megy a kultúrája ennek a dolognak. Akkor a menedzsment költség Magyarországon, hogyha nem te menedzseled az ingatlanjaidat, akkor van úgy, hogy ahogy legalábbis ügyfelek elmondják, 20-30%-a is lehet a bérleti díjnak, itt 5% vagy az alatt van. Tehát jóval olcsóbb, sok minden egyébként jóval olcsóbb itt, mint Magyarországon. És hát valamelyest a teljes őrület, ami 2 évig volt, a teljes őrület, egy lakással egymásra licitáltak, ez lecsökkent, nem azt jelenti, hogy most nem lehet eladni lakást, hanem egy normális szintre beállt. Itt is azért majd fogom mutatni, van, hogy felrakok egy ingatlant, és már 2 hét van nincsen meg, tehát itt se lehet sokat vacilálni, de nincs az a túlfűtött piac, és hát vérmes alkúra sajnos nem nagyon van lehetőség, tehát most egy 220 ezeres lakásnál volt, hogy engedtek 5000 eurót nagy nehezen egy lakásnál, de tehát nem lehet vérmes engedményeket elérni. Úgyhogy ez egy jelentős különbség, ezt a gondolkodást át kell venni, és ami még egy nagyon nagy gondot jelent a magyaroknak, hogy lássák az osztrák piacot reálisan, az szokott lenni, hogy amikor megkérdezik, jó, mi a hozama? És mondom, 3-3,5% körül van a bérleti díjak, hát az milyen kevés, hát én a többszörösét elérem, vagy többet elérek Magyarországon. Hát egyrészt igen, csak az üresen állást, az újrakiadást, a felújítás egyéb költséget, ha visszaveszem, akkor 10-20%-a vagy 30-al is megnöveli Magyarországon a költségeket, így a hozam az jelentősen csökken, csak ezt nem számolják. Azt nézik, hogy mennyi a bérleti díj, amit kapok. Ausztriában egyébként, ami még egy lényeges dolog, hogy 2 tényező növeli a hozamot, nem kicsit, nagyon. Az egyik, amit itt látsz, az euróban számolva, tehát euróban, nem forintban, euróban számolva 20-22-ig 174%-kal nőttek átlagos, vagy összességében az árak. Átlagosan Ausztriában Bécs Grázettől többet nőtt, nem tudom, Murau nem nőtt, vagy nem nőtt ennyit. Jó, tehát nyilván vannak, főleg a turisztikai régióknak nem nő, hanem csökken az értéke az ingatlanoknak, megvan ennek is az oka, nem akarok mélyen belemenni. De ami a lényeg, hogy átlagon ezt szétosztom, akkor 7,9% lineárisan számolva, tehát nem kamatos kamattal, hiszen a kamatos kamatot nem tudsz alkalmazni egy ingatlannál sem, hogyha nem évente eladod és a picit többért befektetsz. Tehát 7,9%, ami hozzájön az eleve 3%-hoz, tehát ugye 3,5%-hoz általában, tehát most már 11%-nál vagyunk, és ez a forintromlást hozzáösszük, ami az elmúlt időszakokban volt, az ilyen átlag 3-4%-okat 14-15%-ra jön ki. Euró, vagy forintba átszámolva, tehát euróban nyilván 11 körül van a valódi hozama. Szóval ez, azt gondolom, hogy nem a 3%-ot kell nézni, hanem az, hogy mennyiért tudom megvenni, és mennyiért tudom eladni, és köztem mennyit hoz. Ez az, ami tulajdonképpen a hozamot jelenti, nem csak az, hogy éppen abban a pillanatban mennyi a bérleti díj. Ráadásul van egy csomó ingatlan most, amíg fordulóponton van. Ez mit jelent? Általában 3 éves, 6 éves egy szerződés, vagy 5 éves, és fogok mutatni olyan ingatlant, amelynek például 3 éve bérbe adták, ezért elég alacsony a piacinál, alacsonyabb a bérleti díja, így 3,5% hozamot hoz, és amikor eléri jövő évben, vagy azután a periódusváltást, amikor tudok cserélni bérlőt, vagy meg tudom emelni neki, akkor viszont egy 20-30%-kal sokszor tudom növelni a bérleti díjat, és itt már a hozam fölmegy 4-4,5%-ra. Tehát gondolkozni kell egy kicsit folyamatban, legtöbben megkérdezik, mennyi a hozam a bérleti díjból, és mond az ember egy számot, ja, hát az kevés. Ez olyan, hogy mennyit fogyaszt az autód? Ja, 5 litert. Ja, de 45 millióba került, mert olyan gazdaságos, nem tudom, akármi. Akkor mit értem vele, hogy 5 litert fogyaszt, akkor fogyaszthat 20 litert is. Tehát nagyon fontos, hogy a magyar ügyfelek jó részének nincsen meg nagy tapasztalata a befektetésben. A befektetést egy számból, ami egy pillanatnyi szám meghatározni, azt mondom, hogy fatális hiba Magyarországon is, de Ausztriában is. És, ja igen, itt nem mutattam még azt a képet egy pillanat, tehát ez volt az a diagram, amiről beszéltem, bocsánat, nem léptettem tovább. Most talán látszik is. Üdv Balaton Almádiból, írja Péter N. Hú, én nem tudom, hol vagyok. Üdv Biográdtól, mert Biográddal pont szembe vagyunk egy öbölben. Úgyhogy örülök, hogy te is víz mellett vagy. Én mindjárt nagyot fogok csobbanni, mert már most láthatóan a szemembe kezd sütni a nap. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy a szemléletet megértsd is a hozamot. A vagyongyarapodást, az nem lehet összehasonlítani a rövidtávú keresettel vagy hozammal. Oké, ez egy lényeges dolog. Aztán az idővel való számolás. Tehát tényleg, ha megnézed, az idő, az infláció, illetve az értéknövekedés és a hozam, ami volt az elmúlt 22 évben, 20-22 ugye lezárt időszak, direkt nem vettem bele az elemzésbe az inflációt, ne az legyen, hogy jó, hát akkor nagy volt hirtelen világszinten az infláció különböző okokból, hát azt nem lehet kivetíteni jövőre. Azt nem is vettem bele, kivettem a zavaró időszakot, és csak 20-22-t néztem, amikor még tiszta volt, se háború nem volt, se az infláció nem volt ilyen magas. Szállítási láncok egyebek miatt nem lőttek el az árak. Jó, tehát az idővel kell számolni, nem a pillanattal, nem az számít, hogy per pillanat mennyi. És gyakran kérdezzük, hogy mi van a turizmussal? Hát a turizmussal baj van. Röviden. Sokan nem tudják, hogy a Murauban és Kreischberget is belértve gyakorlatilag mindegyik szálloda már egyszer vagy többször is csődbe ment. Ezen publikus, a csőd állapotban lévő szállodákat általában eladják, én is adtam már el ilyet, harmadáért, mint amennyi hitel volt rajta, a bank azt mondta, inkább adjuk el, mint hogy tovább finanszírozza, és így tovább. Most már azóta megvették ugye a Mészárosék, és hát rájöttek, hogy ők se tudják üzemeltetni, már tovább is adták szakembereknek. Tehát a turizmusnak azt lehet mondani, hogy 50-60%-a vagy bajban van, komolyan, tehát banki finanszírozással éli túl újabb és újabb refinanszírozással, vagy, és van egy réteg persze, nekünk is volt ilyen panziónk, amit közben eladtunk, amelyik pedig tulajdonképpen a saját üzemeltetés, hiszen egy család viszi mondjuk egy 8-10-12 szobával, egy 20-25-30 ággyal, téli-nyári kiadással, nyilván sok munkával, de reálisan lehet üzemeltetni, és meg lehet belőle élni. Ami talán a gond vele, hogy sokszor a munkát, amit éjjel-nappali munka, mondjuk szilveszterkor is, és az ingatlan hozamát nem nehéz szétválasztani, így mondják, hogyha ennyit meg annyit kerestem, de az nem az ingatlan hozama volt, hanem az a rabszolgamunka alacsony bére volt. Tehát a turizmustól valahol elfordul a befektetői világ, a szállodák egy része, amíg csődbe megy, ezért találsz sok olyat, hogy új apartmanokat kínálnak, volt régi panzió vagy szállodából átalakítva, ezek mind csődbe mentek, a végfázisban egyet lehet csinálni, keresni olyan hülyéket, olyan tudatlanokat, akik jó drágán, túlárazottan megveszik az apartmanokat, és utána alig tudnak megszabadulni belőle. Tehát azt gondolom, hogy ma a turizmusnak nem az a fő problémája Ausztriában egyébként, hogy nincs elég hó. Van elég hó, vagy itt, ahogy látod, Kreischbergben a társtáción, tehát az alsó állomásnál éppen 8,4 fok volt, valamelyik februári vagy melyik időpontot néztem ki, tehát 8,4 fok volt, láthatóan csak ahol hóágyúztak, ott van jég, vagy hó. Nem az a baj vele, hogy nincs elég hó, még a hó az Isten neki, hanem a melt, tehát ez egy mozaik szó, az M, az a money, túl drága a hitel, nincs hitel egyébként, turizmust az úgy kerülik a bankok, mint a szentelt vizet az ördög. Akkor ott van a másik, az E, az energia, tehát ki kell ezeket a nagy monstrumokat fűteni, szinte lehetetlen, a magyar turista úgy kezdi, de egyébként mások is, nem csak a magyar, hogy bemegy a szobába, egy kicsit túl meleg van neki, vagy túl hideg, fölkapcsolja a radiátort, kinyitja az ablakot, fűti az utcát, és akkor elmegy sielni, hogy mire visszajön, addigra pont jó legyen a kinti hőmérséklet, mert felfűtötte, és ömlik ki az energia naponta, akár több százörre egy panziónál. Tehát nyilvánvalólag az energia másik, ami meggyilkol ma minden téli turizmus, de akár a nyáriakat is, a klíma miatt. Akkor ott van a harmadik, az L, az a labor, ma a munkaerőt találni, az önmagában művészet, megfizetni, az meg a lehetetlen. És a T, a transport, ma ha valaki el akar menni Ausztriába sielni, megveszi a magyar matricát, megveszi az osztrák matricát, kifizeti ezt a marhadrága üzemanyagárakat, és így tovább, mondjuk jobb, ha Ausztriába tankol, mert abban jobban jár. Egyszer megfizethetetlenül drágává válik a turizmus, mind a vevő, mind az eladó oldalon, úgyhogy ezért ennek látszatra fényes és klassz, hogy itt Horvátországban is hú, minden csili-vili gyönyörű, de azért mindig zárnak be a boltok, szállodák, mennek csődbe sajnos. Én sokat adtam el, Kreischbergben szinte az összes, mondom, csődbe volt, de olyan, mint Obertauernben a 60%-a gyakorlatilag csődben van, technikai csődben van. És az ingatlan vásárlásra, hogyha most egy picit félretesszük most már a turizmust, egy lényeges információ, hogy bármikor, amikor veszel ingatlant egy külföldi országban, más a kultúra, más a törvény, mások az emberek, mások a szabályok, más a jogi helyzet, a jogi folyamat, ezért mindig van két-három fekete hattyú, magyarul olyan, azért nevezzük fekete hattyúnak a befektető világban, ismeretlen kockázat, vagy ismeretlen probléma, ami a vásárlás után derül csak ki. Az én feladatom az szokott lenni az ügyfeleknél, ezt előre lássuk. Én nagyon sok ingatlan vételt, hogy is hiúsítottam meg avval, hogy a lámpámmal rávilágítottam egy fekete hattyúra, amitől úgy hökölt vissza az ügyfél, hogy úristen, hála az égnek, hálás vagyok önnek, hogy nem mentem bele ebbe a anyagi csődbe, ami lett volna a csapdák miatt. Tehát a nagyon fontos dolog, és nem fontos feladatom nekem, hogy a magyar gondolkodással, ami otthon tök jól működik, itt vásárolni akaró ügyfeleket megmentsem a saját hibáiktól, mondjuk így. Úgyhogy ezért van egy olyan szolgáltatásom, amit csak így reklámként közbevetve, hogyha valaki vásárolni akar, tehát nem én tőlem, hanem bárhol másról, kinéztünk arra, hogy ingatlant egyebek, akkor van egy ilyen vásárlási és szakmai konzultáció és kvázi támogatás, amikor végigkísérem a szerződéskötéssel, annak a hibáival, problémáival, egyebekkel, van egy fix ára 990 € plusz áfa, ami 20% Ausztriában, nem 27. Ez egy fix díj, és akkor bármilyen ingatlanba tudom a teljes bonyolításba segíteni, úgyhogy nem én vagyok az ingatlanos, tehát nem én vagyok a hivatalos képviselője, csak szakmailag. Ez azt gondolom egy marha jó biztosíték arra, hogy az ember ne menjen falnak, ennek a 10-szeresét, 100-szorosát tudja elbukni. És akkor eljutottunk egy kérdéshez, amit gyakran, tényleg gyakran föltesznek, hogy új vagy használt ingatlant szeretnének az emberek. Itt írja valaki, hogy akadozik a vétel, vegyétek fel a felbontást a legalacsonyabbra, Úgy egy kicsivel jobb. Hát egy szigeten vagyok, úgyhogy ez lehet az oka az akadozásnak, ezt sajnálom, de egyre nem tudok most mit tenni vele. Nem tudom áttenni máshova. A készüléket hát, ha akkor jobb lesz. Pedig kimérve nagyon jó az internet, de úgy látszik, hogy nem mindig megy jól. Teljes térerő egy torony alatt állunk. Pontosabban horgonyzunk. Hát ezt nem tudom, mit tegyek. Nem érkezik ki a videó ahhoz. Jó, egy pillanat. Megpróbálok valamit állítani. Közvetítés kívülség. Oké. Talán egy kicsit most jobb lehet. Lejjebb vettem én is a felbontást. Na, legfeljebb felrakom majd az eredeti felvételt, amit felvesz egyébként a számítógépem. Úgyhogy elnézést, ha egy kicsi akadozás van. Egyszerűen nem tudok mit tenni, sok a turizmus. Jó, meglátjuk. Szóval a kérdéset beírjátok, azt meg fogom kapni, és fogom látni, és fogok rá válaszolni. Szóval az új és a használt ingatlan. Az új és a használt ingatlannál az egyik fő kérdés az, hogy a hálózatom, a sok turista. Az új lakásoknál van arra lehetőség, ha befektetésként veszed meg, hogy áfa nélkül vedd meg, ez 20% különbséget jelent nyilván. A régi lakásoknál, tehát használt lakásnál ez a korlát nincsen meg, de van egy korlát, méghozzá az 1945, tehát a II. Világháború előtt épült ingatlanoknál van egy olyan korlát, hogy ott limitál van a bérbeadás. Tehát van egy maximuma, úgymond, amennyiért bérbe lehet adni, úgyhogy erre majd mindjárt vissza fogunk térni. Ma én azt gondolom, hogy mivel a kettő ár között nem olyan nagy a különbség, az áfamentes árat, ha veszem, és a használt árat, ezért én sokszor javaslom az ügyfeleknek, hogy vegyen inkább új ingatlant. Megmondom, mi az oka. Az egyik fő oka az, hogy folyamatosan nőnek a költségek energia és egyéb szinten, ezért kiemelten fontos az ügyfeleknek, hogy hát sajnos katasztrofális a jel. Jó, felrakom a videót egybe. Szóval folyamatosan, még ami egy pillanatot kérnek, megnézem még itt, hogy mit tudok tenni. A gép kihasználtsága az a nulla körül van, az internet és minden, semmi sincs túlterhelve. Hát nem tudok mit tenni. Esetleg áttérek a másik internetre. Jó, meglátjuk, most átértem egy másik mobil internetre, hogy az jobb lesz, ez meg ki fog derülni. Ja. Szóval, új vagy használt. Tehát az újnál az előny van, hogy az új lakásoknak a struktúrája más. Jobb az elosztás sokszor, kisebb lakások, aminek az előnye, hogy gazdaságosabban lehet kiadni. Sokszor van egy nagy terasz vagy balkon, ami a régi lakásoknál nincsen, és sokszor van garázs hozzá, ami sok helyen előny is fontos. De a legfőbb különbség az, hogy az energiaköltség és a rezsiköltség az jóval alacsonyabb egy új lakásnál, ami hosszú távú kiadásnál azért fontos, mert a bérlő nem jó látja külön, hogy mennyi a nettó, tehát magyarul a Kaltmiete, hogy mondja a német, a bérleti díj, amiben nincsen benne a rezsi, és hogy mennyi a rezsi külön, de ő a kettő együttes költségét nézi, tehát az új lakások hosszú távon szerintem a magas energiaköltségek és rezsi miatt jobban bérbeadhatók, és több marad meg, nekem nem viszel sokat a teljes költségéből, a bérlő teljes költségéből a rezsi, illetve az energia. Úgyhogy ez miatt az új felé megy az irány, de vannak viszont nagyon jó áron használtak, amik lehető minimális felújítással jól ki lehet adni. Hogyan lehet ingatlant vásárolni áfamentesen, tehát áfamentes ingatlanvásárlás? Itt tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy az ingatlanvásárlásnál, egy pillanat nézem körbe, hogy működünk-e, az ingatlanvásárlásnál nagyon lényeges az, hogy ha újat veszek, akkor milyen céllal veszem. Tehát nem attól függ, hogy cégbe veszem, vagy magánemberként, ezt nem befolyásolja igazából az áfa vagy áfamentességet, hanem az befolyásolja, és az a lényeg, hogy milyen céllal veszem, hogy bérbeadásra veszem új lakásnál, akkor megvehetem áfa nélkül. Ez nem mindig a teljes ára vonatkozó 20%-ot jelent, mert van, ahol megvan osztva a földhányad, és ott annak nincsen áfája, meg egyebek, tehát ez eltérhet egy minimálisan a 20%-tól, lehet, hogy csak 14% az áfa tartalma, de a lényeg az, hogy eldönthetem, viszont akkor cserébe 20 évig bérbe kell adnom. Magyarul azt jelenti, hogy a bérbeadásnak megfelelően folyamatosan ez az áfa befizetési jog, vagy nem tudom mi a csuda, ez így elkopik, tehát 20 év után azt csak a lakás, amit akarok, nincs már bérbeadási kötelezettség, addig bérbe kell adni. Bérbe kell adni például nagyon fontos olyan idegen személynek, nem lehet gyerek, nem lehet családtag, barát, valamilyen gazdasági vagy családi kapcsolatba, vagy saját magamnak iroda, meg ilyenek, hanem idegennek kell lehetőség szerint egy ügynökségen keresztül, hogy nem ismerüljön föl a gyanúja, hogy én esetleg valami haveri alapon adtam bérbe. Úgyhogy ezt el kell kerülni. Remélem most egy kicsit jobb lett, most nem akadozik. Látod, az iPhone-nal volt a gond, akkor túl melegedett. Jó, 20 év bérbe kell adnod, bérleti díj 20 évig kötött? Nem. A bérleti díjnak köze nincs ehhez. Itt arról van szó, hogy az osztrák állam nagyon okos módon, nyilván ezt Magyarországon is meg lehetne honosítani, nagyon okos módon azt csinálja, hogy ad áfamentességet, a bérbadod, így létrehoz kvázi bérlakásokat nagyobb mennyiségben, nyilván a piac szabályozza, tehát itt nincs korlátozás, és nyilván folyamatosan emelkednek az árak, tehát itt nincsen az, hogy valami szociális árat kell adnod, tehát az általában nem okoz gondot, viszont annyi a lényeg, hogy kvázi mint egy vállalkozást az áfát vissza tudod igényelni. Igaz, a bérleti díjra rá kell tenned a 10% áfát, de a rezsinél, könyvelésnél, egyebeknél el tudod számolni. Pontosan a rezsinek a jó részét áthárítod a bérlőre. Még ez a 20%, vagyis ez a 20 éves áfáról beszéljünk. Tehát menet közben is eladhatod a lakást, akkor időarányosan kell kifizetni az áfát, ha magánemberként veszik meg, és nem bérbeadásra. Eladhatod úgy, hogy bérbeadásra veszik meg, akkor az áfa mentesség kvázi tovább megy, és ő neki újraindul a 20 év, hiszen az mindig a személyre kötött az áfa, nem pedig a lakásvásárlástól. Tehát használt lakásba is lehet valami befektetőtől vesz valami áfás, és ott az áfát akkor nem kell fizetned, vagy vissza tudod igényelni, hogyha úgy alakul. Internettel sajnos nem tudok mit csinálni. Jó, az elejéből semmit sem lehetett érteni. Az egészet fel fogom tenni egy videóként, de menjünk most tovább azért, mert egy csomó információ van, még nem kéne most legelejéről kezdeni. Jó, tehát ennyit az áfa nélküliről, részletesebben majd beszélünk erről, ha valakinek konkrétan ilyen igénye van. Azt gondolom, hogyha valaki nem akarja rövid időn vagy belátható időn belül saját maga használni, akkor mindenképpen jó az, hogyha áfa nélküli ingatlant vásárol, és akkor annyit kell tudni, hogy az áfa nélküli vásárlásnál előfordulhat, hogy az áfát ki kell fizetni ugyan, de a következő visszaigénylésnél visszaigénylem, tehát egy-két hónapig lehetséges, hogy meg kell finanszírozni. Van, ahol viszont úgynevezett Umsatzsteuer Überrechnung, tehát az eladó és a vevő áfaszámlá vagy adószáma közötti átvezetés lehetséges, de ez nem mindig működik. Tehát van, ahol meg kell finanszírozni átmenetileg rövid időre, valahol nem kell megfinanszírozni, ezt be kell számítani abba, hogyha én veszek egy ingatlant, hogy mekkora likviditás kell hozzá. Jó, mindjárt lesz szó a hitelről, minden egyébről. Itt a hitel, ugye? Itt van dr. Madai Nóra, Bécsben van, a leírásban ott van az összes elérhetősége. Ő az, aki tud szerezni egy pár ügyfélnek, nem mindenkinek, tehát kell egy jó jövedelmednek lenni Magyarországon, és így tovább. De alapban, ha bemész egy bankba, vagy én bemegyek, nem a Nóra, hanem én, tehát egy sima ingatlanos vagy magyar ember, akkor nem fog kapni hitelt. Tehát a hitelhez ma alapvetően osztrák jövedelemnek kell lenni, ami igazolt és állandó szerzés, nem szezonális. Nóra az a varázsló, aki szokott szeretni hitelt az ügyfeleknek, tehát közvetlenül, ha hozzáfordultok, akkor a hitelügyben ő fog tudni segíteni. Nem tudok senkit, aki jobban értene hozzá, és ő kimondottan a magyar ügyfeleknek, amely speciális probléma, szerez hitelt. Jó, vételi költségek, ezzel röviden átfutunk, itt újra és újra felmerül az emberekben, hogy hát, oké, 200 000 euróért veszek egy lakást, mennyi lesz valójában átírás mindenféle cuccokkal együtt. Itt nagyjából 11%-ot kell hozzászámolni, tehát a 200 000-nél az 22 000 euró, lehet, hogy fél százalék vagy 1% a kevesebb, de most a biztonsággal számolva nagyjából 11%, tehát 222 000 lesz pontosan az a lakás. Ha marad egy pár száz euró, akkor az megmarad, az attól függ egyébként, mennyi éppen aktuálisan a közjegyzői díj, ügyvédi, egyéb dolgok, de ez növekszik természetesen, és külön költségem, hogyha hitelt kell rá fölvenni, mert akkor ott a bejegyzési illeték az a hitelhez tartozik. Tehát a vételi költségeket nagyon egyszerű úgy lehet számolni, hogy 11, akkor biztos, hogy nem nyúlok mellé, és nincsenek rejtett más költségek. Nyilván az áfás és áfa nélkül ingatlan az egy másik téma, ott a az áfásra kell számolni a 11%-ot, de lehet, hogy az áfát nem kell kifizetni. Úgyhogy ennyivel változik. Egyedi kérdésnél majd szívesen válaszolok rá. Adózás és áfa. Ugye, hogy ha egy egyszerű számot már szokták, hogy mennyit adót kell fizetni a ingatlanbérbeadásra. Hát erre nem lehet válaszolni. Tehát erre egy példával hadd válaszoljak. Ha vesz egy házaspár mondjuk egy ingatlant, aminek mondjuk 200 000 az ára, akkor az azt jelenti, hogy a 200 000 eurónak a vételárnak az nagyjából 1,6%-át, attól függ mennyi a telekhányad, de 1,5%-át el tudja számolni úgynevezett amortizációként. Úgyhogy nem kell vállalkozásnak lennie, nem kell TB-t fizetnie, hanem a bérbeadásra kivált egy adószámot, ebbe tudunk segíteni. Na most, van mondjuk ezáltal egy amortizációs költség, amit nem kell kifizetni, de adót csökkent, ez a nagyjából 1,5%, ez legyen mondjuk egyszerűen 3000 euró. A bérbeadásnál, ha nagyjából egy 3% hozamot hoz, akkor a 3%, most az is az egyszerűség számítás miatt, az legyen 6000 euró, az azt jelenti, hogy van 6000 euró bevételem, abból levonom az amortizációt, akkor marad 3000 euróm. A 3000 euró az ketté oszlik mondjuk férj-feleség között, hiszen mindenki esziázik Ausztriában az itt megszerzett jövedelemért, és ez azt jelenti, hogy 1500, ami neki van bevétele, jól számoltam? Igen, nagyjából. A bérleti díjból és 2000 euróig adómentes, a fölött kell csak adót fizetni. Tehát ez volt nagyjából egy számítás. Nyilván, hogyha van 20 lakásod, akkor jóval az adómentesség fölött leszel, akkor 25% SZIA-t kell fizetned a fölötte levő résznek, nyilván ott is az amortizációval csökkentett bevételnek, tehát ez egy progresszív adózás, nem van adóparadicsom, mint Magyarország, viszont itt fizet a bérlő, és nő az érték. Szóval az adózás nem olyan egyszerű, ezért konkrét példán lehet mindig kiszámolni, de általában egy-két lakásra az ügyfelek nem szoktak adót fizetni, hogyha ilyen nem milliós lakás bérbeadásáról van szó, és nem több tízezeres bevételről van éves szinten szó. Ebben nem érdemes mélyen belemenni, csak érdemes nagyjából érteni, hogy hogyan működik. Úgyis konkrétan alakul ki. És akkor itt van egy nagyon fontos kérdés, ami talán többeteknek érdekes lehet. Jó, a hang nem szaggat, folyamatos, oké. Jó, sajnálom, technikailag megtanultam, Biográd nem jó élőadáshoz, úgyhogy már kell mennem Istre, és ahol szoktam az élőket csinálni, legközelebb ott leszek. Szóval egy nagyon fontos szabály van, ami megdöbbentő információt fog jelenteni, azt gondolom, nekem is az volt, amikor legőször találkoztam ebben, az az, hogy a 45 előtti úgynevezett Altbau, tehát ezt lett a híres, hogy Altbau, a 45 előtt épült, mint például ez a ház, ami itt konkrétan az ajánlatunkban benne van, és 1905-ben épült, ennél korlátozva, maximális limit van megadva, úgynevezett Richtwert Mitzins, tehát egy maximális irányadó bérleti díjat lehet per négyzetméter felszámolni, ez kevesebb lesz, hogyha nincs meg a komfortfokozat, tehát vannak csökkentő tényezők, de ez a felső limit. És egy döbbenetes számot vehetsz észre benne, nem tudom ki az, aki látja azt a lényeget, annyit segítek, hogy mondjuk Stájerország, tehát Graz és Bécset nézzed, ott döbbenetes adat van. Tudnélik, Bécsben jóval drágábbak az ingatlanok, van, hogy 20, van, hogy 50%-kal is drágábbak, hiszen nagyon hype-olt fővárosról van szó, és Grazhoz szembe, és ezzel szemben a bérleti díjak, ha megnézed, csak 6,67 euró Bécsben, és 9,21 euró per négyzetméter a Grazi. Tehát magyarul majdnem 1,5-szeresért tudod bérbeadni azt a lakást, ami 30 vagy 20%-kal olcsóbba került. Tehát a hozam az jelentősen magasabb Grazban, úgyhogy sokan vannak, akik gondolkoznak, hogy most Graz vagy Bécs, vagy hogyan legyen, és ez a kérdés nem kérdés. A hozam fontos neked, és ráadásul nem egy ilyen egy súlypontú, mint Magyarország, tehát mint Budapest, hanem Graz az egy gyakorlatilag iparilag, életminőségben jobb is egyébként, de ipari és egyéb szempontból összemérhető Béccsel, tehát nincs hátrány vagy kockázat, tehát nem egy Zala megyei, nem tudom, Nagykanizsa, amelyik küszködik, vagy egy Debrecen, ahol nem tudom én, most éppen megmérgezik a földet, vagy bármi egyéb, hanem itt Graz egy igenis, és azt szokták mondani, hogy a Bécs a legélhetőbb főváros, ez igaz. ha hozzáteszed, hogy a fővárosok között. De ha megnézed, hogy melyik a legélhetőbb és legjobb életminőséget biztosító város Ausztriában, az nem Bécs, messze nem Bécs, ez nem is kérdés. Az Graz. Graz, esetleg Klagenfurt, de főleg Graz a megélhetés szempontjából. Tehát megdöbbentő, de sokkal többet kérhetsz egy gráci lakásért, ami 45 előtt épült, és nagyon jó áron meg tudod venni, mint egy bécsi 45 előtt épült lakásnál. Nyilván új lakások azok horribilis összegek, de ezt érdemes tudni, és sokan nem tudják, és most bekerül a kínálatba, most van egy partnerem, amin keresztül jönnek be ilyen Altbau Wohnungok, amelyeknek a koruk miatt erre figyelni kell. De a 9,21 az egy nagyon jó, majd mindjárt mutatok ilyen ingatlant, jó? Szóval még egyszer csak, hogy a reklám legyen itt is benne, tehát érdemes egy infoanyagot megvásárolnod, ami több óra, tehát 4 óra tömény információ, ezt én nem szoktam elmondani külön az ügyfeleknek, én akkor konzultálok valakivel, ha ezen túl van. Tehát én nem egy előadó művész vagyok, hanem én egy tanácsadó vagyok, úgyhogy nem mondom el, és nem tudom úgy összedni mindent, és nem is biztos, hogy minden kérdést föltenne, tehát abszolút az első lépés, mielőtt autóba ülsz, megszed a jogosítványt, na ez az. Oké, van a magyar változat, ahol 79,9 plusz áfa, azt gondolom, hogy minimális költség. Ja, és itt van az osztrák változat, egyébként 219 euró. Egyébként frissen voltam a Renault szervizbe, a Zoe-nak csináltak valami fék tárcsa cserét, mert ha nem használattól, hiszen az elektromos autó saját magát elektromosan fékezi, nem használattól berosdásodott, úgyhogy kellett cserélni. Ott például az óradíj 160 és 220 euró között van, mondjuk egy lakatos 220 eurós óradíja dolgozik, tehát tett helyre ennek az értékét, egy 4 órás, akárhányszor megnézhető tananyag. Szóval ezeket mindenképpen javaslom, és akkor nézzünk most példákat, konkrét ingatlan példákat, amelyekre lehet kérdezni, majd menet közben próbálok minél gyorsabban reagálni, vagy belenézni. Jó, az ausztriai kötőjel ingatlanokon most az utóbbi fölkerül 10-es nagyságrendbe, és fontosan kerülnek föl nagy mennyiségben ingatlanok. Egy ideig a magyar ügyfeleknek nem volt annyira érdekes Ausztria, lecsökkent a nézettség viszont, és az érdeklődés most viszont nagyon megnőtt, úgyhogy a főügynökömnek innen is köszönöm szépen, szuper Viktor küld az ügyfeleket, és nagyon-nagyon megnőtt a kereslet, most is mutatok majd a lakást, amit a hét elején raktam föl, és gyakorlatilag többen jönnek már megnézni a hétvégén, és remélem nem fognak összeveszni. Szóval nézzük meg egy pár ingatlant, és mi az, amit tudni érdemes ezen ingatlanokról. Tehát az ausztriaingatlanok.hu-ról beszélek, ahol itt az első a tananyag nyilván, és itt van például az egyik ilyen lakás, ami Grazban, ez most került föl, ez még nincs a piacon, más ingatlanosnál nincsen, meg ez egy partneremtől kaptam, ezért még a képek sem tökéletesek, ami azt, hát látszik, hogy itt lassan internet, még éppen dolgoznak, az utolsó simításokat csinálják a munkások benne, tehát még ott vannak bizonyos befejező simítások, ahol még dolgozgatnak rajta, még ott van egy kis parketta maradék, egyebek, de ezt folyamatosan csinálják, és ez már megvásárolható lesz. Ez is egy olyan, amelyik Altbau, de ez, mivel egy teljesen felújított és új tetőt ér, ezért valamivel többet lehet kérni érte. 175 000 euróba kerül, 42 négyzetméter, ez 2024-ben épült meg a tetőtér, a 4. emeletig van lift, ez pedig az 5. emeleten van, és ami egy fantasztikus dolog, és ezt meg kell érteni a mai világban, hogy egy ilyen panoráma, itt látod a gráci kastélyt, tehát egy ilyen panoráma az önmagában egy áldás, hiszen az osztrák jó része nem jár külföldre nyaralni, azért, hogy drágán nyomorogjon valami szarhelyen rossz kiszolgálással, hanem otthon rendezi be a paradicsomot. Nagyon sok nálunk ugye a szent, ilyen meg olyan szentek, ami annyit jelent, hogy csütörtökön van egy ünnepnap, akkor a pénteket nem keverik össze-vissza, hanem a csütörtökön, akkor nem dolgozunk, pénteken meg igen, tehát itt nincsen ilyen napkavarás, vagy nem jellemző, mint Magyarországon, ezért mindenki úgy rendezkedik be, és azt akarja, hogy otthon érezze magát, hogy egy jó érzése legyen, a teraszra kiüljön, mintha nyaralna, ősszel, tavasszal, nyáron, meg pláne. Tehát ez tipikusan egy ilyen lakás, ez a nagy értéke, érdemes végignézni, itt vannak a paraméterek, 5. emelet, 4. van lift, zuhany van, pince van, zuhanyzó van benne, állapotol modernizált, déli tájolásos Schlossbergre kilátás van, 20 négyzetméter a terasz, ez egy hatalmas nagy érték, holott a négyzetméter árban nincsen beleszámítva. Itt a partnerem szerint 11-12 euróért lehet talán kiadni négyzetméterét, szerintem még a 9-10 euró is jó eredményt hoz, de így még jobb eredményt hoz. Egyébként a partnerem, akivel dolgozom ezen ingatlanon, ő például a bérbeadást vállalja, tehát menedzselt ingatlanról lesz szó. Elhelyezkedés központi, jó helyen van, itt minden egyéb dolog látható benne a leírás. Úgyhogy ez például egy olyan ingatlan, ami mai jeltől került föl, és még nincsen máshol meghirdetve, ezt megkaptam exkluzívan a partneremtől. Ugyanebben a házban van egy másik ingatlan, ez 105 000-be kerül, 25 négyzetméter. Na most tudom, a magyaroknak, mivel a kommunizmusból jövünk, vagy szocializmusból, ezért a nagy lakásokat szokták meg a panelekben is. Itt a kis lakás az, ami a szingliknek, fiataloknak, a lényeg relatív tágas, de egy szoba, kvázi egy garzonnak mondanánk, ami nagyjából fel van újítva. Ez nem a lakásról készült képek, amit itt látsz, ez egy másik, ugyanolyan lakás, ez még most fog elkészülni, tehát még tényleg nagyon korán be tudsz szállni, és nagyon jó áron meg tudod akár venni. Ez nagyjából 4000 euró négyzetméter, ez egy normál átlag ár, pláne ha fel van újítva, akkor ez plusz érték. Tehát ez például egy ilyen ingatlan, kérdéseket majd lehet betenni, majd visszamegyek rá. Aztán vannak új építésű ingatlanok, ez például egy kiugró hozamú ingatlan, ez egy olyan társasházban van, ami nemrég készült el, ez egy mintafotó, mert maga a bér van adva ez is, ez bérbe van adva, az előző kettő nem volt, de így gyakorlatilag a mintafotó egy ugyanolyan konyhát, hiszen itt egységesen kerülnek be a konyhák, mindenütt ugyanaz a fajta konyha van, itt nem lehet választani, de látszik, egy új épületről van szó, és ami nagyon klassz benne, hogy bent van, jó helyen fekszik, tehát jó a közlekedés, jó az elosztása az ingatlannak, az egész elrendezése jól van kitalálva, illetve a paramétereit érdemes megnézni, ez 168 000-be kerül nettóba, ami azt jelenti, hogy az áfát átmenetileg lehet, hogy ki kell fizetni, majd kiderül, hogyha konkrétan átbeszéljük. Beépített konyha benne van az árban, 24-ben készült el, tehát idei 3 szoba van benne, 47 négyzetméter nagyjából, és a teljes hozama az 3,85 jelenleg. Ez itt hibás, ez nem 2014, hanem 24-be készült el, ha jól tudom. A teljes vételár az ennyi, nettóba, és a négyzetméter ár az 3002, tehát ez olcsóbb, mint az előző használt lakás volt. Ez egy érdekes dolog. A terasz, itt 12 négyzetméter, ami azt gondolom, hogy egy szintén nagyon fontos dolog. Nem erről a tetőteraszi, nem erről van szó, ez csak egy stílus fotó, egy normál terasz, amit itt lejjebb látunk, azt hiszem a 3. emeleten a lakás, az tartozik hozzá természetesen. Jó, itt van róla egy leírás. Ez például egy olyan, amíg bérbe van adva, és 25 márciusáig ki van adva, utána lehet akár még emelni a bérleti díjon, de 25 márciusáig garantáltan ki van adva, és utána ugye a 3-es periódusú szerződések vannak Ausztriában, a kiadást utána a menedzsment cég, ehhez is van menedzsment cég, intézi. Nagyjából ilyen 25-30 euró között van a havi menedzsment költség, ez a menedzsment plusz, aki az egész ügyfél kommunikációt intézi, még németül se kell tudnod. Aztán van 2 gyöngyszem, az egyik azoknak, akik imádják Muraut, ahogy én is, hiszen sokáig éltünk, sok-sok évig éltünk Murauban. Itt most nem tudom, miért nem látom, mindegy, majd meg kell néznem, hogy miért nem akar bejönni az oldal, de a lényeg az, hogy, ja igen, itt nem jön be az oldal, oké, majd ezt meg kell nézni, egy hiba van. Van itt egy Murau mellett lévő nagyon klassz családi ház, ahol tulajdonképpen a hegyoldalban van, 1300 méter magasan, csodás panorámával, egy fantasztikus családi házon, úgyhogy ez nem kiadás, azt felejtsd itt el, hanem egy paradicsomi ősszel, tavasszal, ugye átmenő időszakban maga a természet csodája, nyáron nagyon jó meleg van, mert déli fekvésű, télen pedig egy 25 perc alatt elérhető Kreischberg, és tudsz sielni, és közben a saját ágyikodba aludni. Nagy az épület, nagyon jó az ár, úgyhogy én feltétlenül ajánlani tudom, aki Murau felé érdeklődik, nagyon-nagyon jó az ár, és lehet, hogy még egy 250-re is le lehet alkudni, nem tudom. Aztán van itt egy picit már komolyabb befektetési lehetőség, mondjuk egy olyan lakás, ami 77 négyzetméter, itt látszik, hogy lassú az internetem, ez egy nem olyan régen elkészült ingatlanban van, benne van tulajdonképpen a carport, tehát az hozzátartozik, kerthelyiség van hozzá, egy nagyon-nagyon klassz lakás. Látszik egyébként, ha most itt ezt megmutatom, szóval ez a bérlőnek a bútorai, ő építette ezt a kis pódiumot, a grillje. Itt élnek az emberek, ez nem úgy van, hogy átmenetileg bérel egy lakást. Jó, láthatóan gyönyörűen be van rendezve a kerttel, mindennel. Szóval ez majdnem olyan, mint egy családi ház, ezért imádják, itt van egyébként a 44 négyzetméteres kert hozzá. Ja, nem, bocsánat, 21, 84 a zöld terület, és a terasz az pedig, nem tudom, 18 négyzetméter körül, az elosztása itt látható, elég klassz elosztása van, úgyhogy ez is egy jó ingatlan, nyilván bérbeadásra van, tehát itt a hozama ennek 3,75, ami kiugróan magas, tehát tényleg jó, az előzőnek 3,8 volt egyébként, ez 3,75, tehát ezek rendkívül jó paraméterek, ez 2023-ban készült el, tehát egy éves ingatlan, itt a bérlő szerintem akár 8-10 évig is benne fog még maradni, úgyhogy ez is ilyen szempontból egy kiváló ingatlan. Nyilván 300 euró már egy másik kategória. Aztán van itt megint egy olcsóbb, ez egyik főútján van Graznak, a 2x2 sávos, ami a központba vezet. Ez is egy új építés, bérlő van benne, ki van adva, minden információ fönn van, benne van a konyha az árban, és az fontos tudni, hogy a bérleti díjban is benne van a konyha, azt külön szoktuk 30-50 euróért, hiszen az egy amortizáció van, azt külön feltüntetjük úgymond a bérleti szerződésben, és a garást is, hogyha van, itt ehhez van például mély garázs, tehát ebben az árban, ami nagyjából 15-20-szer szokott lenni egy mély garázs, ebben az árban benne van, tehát a 187 000 nettóban benne van, gyakorlatilag a mélygarázs és a konyha is, amiért mondom külön-külön bérleti díjat fizet, és összesen 460 eurót hoz, tehát ennek 2,94 a hozama. Itt ez abból adódik egyébként, hogy viszonylag alacsony, mert első bérlős, ez egy nagy tömb, amit értékesítettek, és az elején mindig olcsón adják ki azért, mert egyszerre sok százasnak sem kell lakást bérbe adni, akkor minél hamarabb gyorsan bérbeadják, és utána az első-második váltásnál a 3-es ciklusban lehet növelni az árat. Nagyon jó helyen van, garázs van hozzá, lodzsa van hozzá, egyszerűen tök szuper, meg kell nézni, nekem egy ügyféllel néztem meg nem olyan régen, nagyon, nagyon klassz. Aztán egyébként volt itt már egy lakás, az már elkelt, itt vannak egyébként lent, ez volt az, ami elkelt, egy kisebb, vagy egy nagyobb volt, bocsánat, most egy kisebb van jó áron, ugyanabban a tömbben, vagy lakóparkban. Aztán van itt ez egy használt régebbi lakás, eznek még lejjebb is ment az ára, jelentősen ez egy felújítandó lakás, de nagyon nagy, tehát 102 négyzetméter, van benne 4 szoba, lejjebb ment az ára, nektek remélem gyorsabban töltődik, beindít nekem Horvátországban nehezen, hatalmas nagy 2 terasz van, hát nyilván felújítandó, tehát ezt visszaosztod, akkor nagyjából 2000 euró körül van négyzetméterre, ami csúnyán fogalmazva ajándék kategória, nyilván kell rá költeni, és nyilván jól ki tudod majd adni. Úgyhogy ez egy ilyen szempontból érdekes lakás. Itt egy picit magasabb a rezsi, tehát erre figyelni kell a bérbeadásnál. Aztán van itt például ez a Bécsben, vagy a Bécs közelében lévő, most ez Bécsben van bent, egyik lakás, amelyik most épül, tehát ilyen is van, amikor be tudsz szállni még ideje korán, ez 25-ben fog elkészülni, az jövő évben. Nyilván Bécsben, ahogy mondtam, kicsit alacsonyabbak a hozamok, 2,62-t lehet elérni, és a nettó ára 400 000 euró, egy 61 négyzetméteresnek, 3 szobával, ebben benne van már a mély garázs, a terasz, a kert, mert ez kert is van, és benne van a konyha is általában, tehát ez egy ilyen kicsit exkluzívabb és elég nagy lakás, nagy kerttel, kertet egyébként nagyon szeretik, mert valamint egy családi házad lenne. Ez például annak érdekes, aki azt mondja, bérbeadom, és lehet, hogy egy 8-10 év múlva kiköltözöm, mert ki tudja, merre halad a magyar gazdaság, vagy politika, vagy bármi, és egyre többen jönnek ügyfelek azért, mert nem érzik olyan jól magukat. Aztán itt van egy következő, ez egy közepes árkategória, ez a 300 000 euró körül, ez is Bécsben van, ez ennek az érdekessége, hogy itt mindjárt mutatom a képeket, egy kevés kép van, tehát ha valaki több képet szeretne, majd beszélünk erről a kérdésfeleleknél, nincs több kép, ennyi van, tehát a befektetési ingatlannál nincs ilyen. Tehát amikor aranyat veszel mondjuk egy letétkezelő vagy bárhol, akkor se küldenek fényképet az aranyról, hogy nézd meg, hogy hány karszás van rajta, hanem hitelesítve van, az kész. Jó, tehát ami érdekes, hogy itt a bérleti díj növelhető, mert 25 januárjában jár le a bérleti szerződés, mert nagyon nyomott még az ár. Jóval nyomottabb, mint a piac. Hatalmas és egyedülálló saját használatú kert van. Mi az, hogy hatalmas, egyedülálló? 267 négyzetméter kert van hozzá. 267, egy családi háznak lehet, hogy maga a kert része, amit használni tudsz, nincs ekkora. Oké, van hozzá egy terasz is, 13 négyzetméter, és maga a lakás 87 négyzetméteres. Tehát ez egy bombasztikus jó áron van. Nagyon klassz részleteket majd, hogyha érdekel, akkor egyébként itt benne van a cím, tehát én nem állok zsákba macskát, ez Wiener Neustadtban van, olyan, mint mondjuk Budaörs lenne, és hatalmas lakás ára még az infláció előtti időből származik, tehát ez még infláció előtti ár, amit itt látsz. Úgyhogy szerintem ez egy marha jó vétel, 2018-as volt egyébként az építése. Tehát vannak itt azért nagyon finom csemegék benne, nyilván rendelkezésre kell állni a tőkédnek, tehát pénz nélkül ez nem megy, vagy hogyha beszélsz a Nórával, akkor lehet, hogy tud szerezni, ezt nem egészen 2 hete került föl, már is kelt. Úgyhogy itt is, ez is már elkelt, haladni kell vele. Aztán jönnek olyan lakások, mutatok 2 ilyet, amelyik Altbestand, vagy Altbau, bocsánat, ezeknek nagyon-nagyon olcsó az ára, nyilván ennél a 9,21 euró per négyzetméter bérbeadása limit. Tehát ez például egy olyan, meg a következő pláne olyan, amire több érdeklődő már van, tehát ha valaki akarja, akkor ezt gyorsan kell lépnie. Ez egy klassz kis lakás Grazban, jól kiadható, most nincs kiadó egyébként, menedzsmentet tudunk hozzá biztosítani, nem én, hanem egy nagyon profi osztrák cég üzemelteti. Nagyjából föl van újítva, lakkozva, egyebek, de nyilván nincs kicserélve a fürdőszoba, amely bérbeadása egyébként tökéletesen jó. Sajnos a magyaroknak nagyon sokszor luxus igényeik vannak, és annyira túlköltekeznek, a végén nem gazdaságos a kiadás, tehát butaságot csinálnak. Ez 1898-ban épült házban van, tehát nyilván egy régi ház, egyébként ilyen a kilátás, úgyhogy szép környezetben van, egy jó helyen van, nem panelházak között van, ez maga a terasz egyébként. Jó, tehát ez egy olyan lakás, ami egy kiváló lehetőség, jelenleg nincs bérbeadva, nagyjából ezt a 9 eurót lehetne kérni, 58 négyzetméter, ami nem kicsi lakás, 3 szobából áll, vigyáz, a szoba az Ausztriában, a nappali is egy szoba, tehát ezt úgy mondanánk magyarra, hogy 2 hálószoba plusz nappali, az Ausztriában úgy mondjuk, hogy 3 szobás, jó? 2007-ben volt felújítva utoljára, és gondozott, jó állapotban van, és 151 euró a rezsie, a havi rezsie, ami szintén kedvező egy ekkora lakásnál, sőt, inkább alacsonynak mondhatnám, tehát ez például ilyen szempontból egy marha jó lakás. Gázzal van fűtve, fa parketta van benne, egyszerűen tök jó, nem tudok más mondani. Oké, diákbarát, kád van benne, a parketta, gázfűtés, igen, 95 kWh per négyzetméter per év az energia szükséglet, az energiaigazolvány szerint. Jó, akkor még itt van egy, na erre most sokan rámozdultak, úgyhogy ez szerintem el fog kelni relatíve hamar. Ez egy olyan kis lakás, ami részben tetőtér, de nagyon világos, ami 99 000 euró, ami 100 000 alatti számot ritkán látok. Ez például az, konyha benne van láthatóan, tökéletes állapotban, azonnal kiadható, ipari parketta van, az is jó állapotban. Ez egy szobás, ez is, de egy ilyen elválasztó, egy kicsit ketté van választva, tehát ha itt a konyha étkezőt csinálja, alakítja ki az ember, akkor a másik részben, ez a másik rész itt lehet egy nappali háló, világos, mert tetőtér van, de nem tetőablakkal, ami beázhat, meg egyebek, hanem ebben a kiugró résszel, tehát tök jól kihasználható a tér benne. Azonnal kiadható, jó állapotban van, sokat költeni, én nem költenék rá, egyszerűen kiadnám. Belvárosban van, ez az épület jól kiadható, ennyi. Itt az alaprajz is benne van, itt mosolygok én is. Jó, tehát ez egy 99 négyzetméter, 905-ben épült egyébként, nagyjából fel van, hogy jó állapotban van, nem alaksor, ezt rosszul fordította itt a rendszerem, ez tetőtérben van. Jó, tehát nagyjából ennyi, pontosabban nem alaksor, hanem pincerész van hozzá, ez azt jelenti egyébként, csak rosszul írja, és nagyjából ennyit lehet róla tudni. Jó, ez is egy tök jó ingatlan. Szerintem erre most többen jönnek, hétvégén megtekintés lesz, nem vagyok benne biztos, hogy sokáig meg lesz, majd kiderül. Oké, és itt van még egy lakás, most került fel nem olyan régen, ez 203 000 euró, 2020-ban készült el maga a lakás, 28 szeptember fixen bérbe van adva, és hoz egy 3,12% hozamot, az első naptól fogva, hogy megvettem, 530 eurót hoz egyből, a négyzetméter ár olcsóbb, mint sok használt lakásnak, egyszerűen jó áron van. Grazban van, nem ez a ez csak egy stílusfotó, tehát ez maga a komplexum, itt van az alaprajz, ami egyébként mutatja azt, hogy 25 négyzetméter. Ez az, amiről beszélek, hogy a régi lakásoknak sokszor nincs terasz, vagy csak 7 négyzetméter. Ezek azért jók és azért szeretik, mert a 48 négyzetméteres lakáshoz 25,46 négyzetméter a terasz, tehát több mint 50%-kal megnő a terasszal, és ezt nagyon imádják. Ez nincsen benne számítva a négyzetméter árba, tehát kvázi ez bónuszként van benne, de egy nagyon-nagyon-nagyon jó vétel. Ráadásul van benne egy mélygarázs, ami szintén egy fontos érték, és ez hoz 3,12-t. Nyilván, hogyha lejár a 2028 után, lehet emelni, illetve menet közben is emelődik a bérleti díj automatikusan az inflációval, az indexeléssel, ami az osztrák indexelés szerint megy. Szerintem ez is egy nagyon jó áron van. Amit érdemes megtenni, érdemes feliratkozni, itt egyébként regisztrálni, az ingyenes e-bookot le lehet tölteni, és érdemes megvenni a tananyagot, hogy az ember fölkészüljön. És utána nézegetni rendszeresen, mert mondom, alig raktam fel, egy pár napja már elkelt, ez szintén, ez egy 3 hete néztem meg egy ügyféllel, és már nincsen meg. Itt, amik lejjebb vannak, ezek már elkeltek, tehát ez mind elkelt, vagy el van adva, azok nem érdekesek, és szinte naponta, 2 naponta kerülnek felül ingatlanok. Úgyhogy most én is az érdeklődésnek való tekintettel jelentősen megnöveltem az ingatlan felrakásokat, illetve ha valaki, nem tudom, most volt egy ügyfél hívott, Tirolba szeretne venni, akkor van ez az 1000 eurós tanácsadói online szolgáltatás, amit végigkísérem, az szerződést, átnézéstől kezdve az összes problémás ügy felderítése, ezekbe fog tudni segíteni, ha nem én vagyok, mint ingatlanos a vevő oldalon. Na, hát most monológoztam egy hosszút, de remélhetőleg oké, nem volt azóta jelzés, hogy rossz, és a stream minőségét azt mondja a YouTube, hogy viszonylag jó. Na hát ezek voltak, amik pár ingatlan példa volt, úgyhogy most menjünk is tovább, és mutatom már is azokat a kérdéseket és válaszokat, amiket az ügyfelek szoktak föltenni, hogy minél többet lehessen belőle tanulni. Jó, ezt már láttuk. Kérdések. Szeretném megkérdezni, hogy a cégem vásárolhat-e magánlakást vagy házat Ausztriában? Vásárolhat. De a kérdés az, hogy akarod feltétlenül, hogy Viktornak, Orbánnak, Apeknak, ügyészségnek, mindenkinek mindenről legyen tudomása, hiszen ha a cég vette, akkor az összes bevételt és mindent ott le kell kvázi könyvelned, duplán kell, mert a helyi bevételre kell egy helyi könyvelés, a magyarba is konszolidálnod kell, tehát ha ezt akarod, akkor lehetséges. Kicsit bonyolult, sokféle dolog kell hozzá, hitestett közjegyzői meghatalmazás Magyarországról az ügyvezetőtől, társasági szerződés fordítás. Tehát meg lehet csinálni, de minek elindulni egy futóversenyen összekötött lábbal, hogyha lehet összekötés nélkül is. Eddig talán 100-ával tették fel ügyfelek ezt a kérdést, de egyetlen egy se volt, aki azt mondta, jó, akkor most belevágok, hanem mindenki felfogta, hogy ez a legnagyobb hiba lehet, hiszen el lehet venni. Nem véletlenül vitte ki Svájcba például a spár is a tulajdonjogokat, szóval azért ezzel észnél kell lenni. Jó? Amikor kimegyünk, meg tudnánk nézni 5-6 lakást? Meg. Ha az ember helikopterrel jön, vagy pedig egy épületben van mind az 5-6 lakást, akkor igen, és nincsen benne lakó, de nagyon sokszor van, hogy van benne lakó, hiszen azonnali bevételt szeretnének biztos, nem egy ígért bevételt, hanem egy azonnali bevételt, és nagyon sok esetben ez azt is jelenti, hogy nem lehet megnézni, vagy szabin van, vagy csak este lehet. Tehát ilyen 5-6 lakást szerették megnézni, kiugrok reggel, este, ez nem megy. Tehát ebbe be kell fektetned időt és pénzt, a te érdeket, te akarsz venni valamit, meg lehet nézni 5-6 lakást, 3-4 napra lefoglalsz egy egyszerű panziót valahol a környéken, és lehetőleg ne úgy legyen, hogy Tirol, Bécs, Klagenfurt és Salzburgban legyen a 4-5 lakás, akkor kell hozzá helikopter, vagy valami csoda megoldás. Tehát nem lehet ennyi. Tehát én azt szeretem megtenni az ügyfeleknek, az ő érdekük is, hogy leszűkítsük a valós érdeklődésből, hogy tényleg az 1-2, esetleg 3, és azt megnézni 1-2 nap alatt. De nyilván előfordul, hogy egy bérlőnek csütörtökön jó, mert ugye meg kell mutatni a kötelező neki, csütörtökön jó, a másiknak meg csak vasárnap. Akkor ezt rakd össze egy napra. A csütörtököt nem lehet berakni vasárnapra, tehát nyilván. Jó? Tudna segíteni a magyar határ közelében ingatlanban is? Közeli ingatlanban is? Ezt sokan kérdezik. Tehát sokan azt gondolják, hogy akkor vannak jó helyen, ha a határhoz közel vannak, akkor könnyen át tudnak ugrani, megnézni a nagyit, vagy nem tudom, a rokonokat. De akkor megkérdezem, milyen gyakran mennek a nagyihoz. Hát van 3 hetente, havonta megyünk, és akkor ott maradunk 1 vagy 2 napot. Akkor azt szoktam kérdezni, és milyen gyakran járnak bevásárolni meg munkahelyre. Hát azt minden nap. Na most a nagyihoz lehet, hogy 50 vagy 80 kilométerre többet kell autózni, hogyha mondjuk Grazban vesznek, vagy Graz közelében egy ingatlan. Tehát 3 hetente egyszer kell többet autózni, minden nap sokat autózni. A határmenti, Burgenland és egyéb területek szépek, tehát nem mondom, hogy nem szépek, meg csomagnak van magyar neve is, de se munka, se normális bevásárlás, se kulturális, se szórakozás, semmi nincs. Tehát ez pont olyan, mint a Zala is gyönyörű, de ott mit csinál az ember? Azért is jönnek el onnan sokan, meg azért van annyi eladó ingatlan. Ugyanez igaz a túloldalra, Burgenlandra is, úgyhogy én nem javaslom. Tehát a határ közeli 1-2 ügyfél volt, aki minden akart, meglepő módon 3 év múlva látta be, hogy igazam volt, alig tudta eladni az ingatlan, mert a határ mentén nagyon olcsón lehet venni ingatlanokat, de örök darab. Mert nehezen találsz még egy olyan bolondot, aki utánad megveszi. Oké? Őszinte vagyok, nem akarom szépíteni. Ki fizeti a rezsit a bérbe adott lakásnál? Erre megosztott választ tudok adni. A rezsinek azt a részét, ami a költséggel függ össze, tehát mondjuk a házkezelő kiszámláz, és a lakás használatával függ össze, szemétdíj, nem tudom én, víz, csatorna, ingatlan biztosítás, egyebek. Ezeket nyilván a bérlő fizeti. Van egy rész, amit nem lehet áthárítani, ez pedig a felújítási tartalék, amelyet tulajdonképpen 30-40 euró szokott lenni egy lakásnál, úgynál talán kevesebb. Ezt nem tudod áthárítani, mert a lakásnak az érték megőrzésére fordítók, ez nem a használattal függ össze, ezért ezt nem engedi az osztrák törvény. De a rezsi jó részét át tudod hárítani, tehát ezért van az, hogy a régi lakás sokszor drága lesz. Csak újépítésű lakásra lehet igénybe venni az áfa visszatérítést? Nem. Akkor lehet ezt megtenni, hogyha az előző tulajdonos áfa visszaigényléssel vette a lakást, vagy bérbeadásra, és te ugyanúgy viszed tovább. Akkor tudod ugyanúgy. Áfamentesen, de 20 év nálad újraindul. Akkor, tipikus kérdés, a provision fry azt jelenti, hogy nem kell fizetni az ingatlan közvetítő díjat, azt jelenti, de ami utána jön, az a probléma, és az adminisztrációt, szerződéseket, névreírást a beruházó cég embere biztosítja. Nem. Ez azt mondja, hogy 11%-ból előfordulhat, hogy a 3%-ot meg tudod spórolni, de az összes többi költséget természetesen ki kell fizetni. Jó? Tehát van ebbe buktató, hogy ne lenne. Hát ha az eladó azt mondja neked, hogy jutalékmentesen tudod megvenni, akkor az azt jelenti, hogy ezt beépítette az árba. Van-e benne buktató? Van. Senki nem képvisel téged. Úgy vernek át, ahogy akarod. És az osztrák átver, ahogy gondolj bele abban a rációban, hogy az osztráknak, pláne egy profi befektető, jössz te, mint nem profi befektető magánember Magyarországon, ez pont olyan, mintha jön ma egy szegény ukrán vagy román, és akar venni egy ingatlant, te is a legjobban akarsz kijönni belőle, mondjuk így. Tehát senki se képvisel. De van egy másik gond a buktatóval, ráadásul valószínűleg egy olyan szerződést fognak aláíratni veled, amit vagy nem értesz, vagy egyoldalúan védi őket. Tehát sosem javaslom elfogadni az ő általuk javasolt közjegyzőt vagy ügyvédet a szerződéskötés lebonyolítására, csak akkor, ha új építési projekt van, mert mondjuk a 100 lakást egybe kezeli egy ügyvédi iroda, de egyébként használt lakás egyebeknél nem. Tehát nagyon kell vigyázni ez a provision fry-ra. Ez egy olyan csali, mint ahogy itt pecázni lehet a tengerbe, egy műcsali, amit a bekap a hal, akkor utána azt fogjuk megsütni ebédre. Tehát vigyázz, látszatra jól jársz, de senki nem fog neked alkudni. Én minimum leszoktam alkudni az ügyfeleknek a jutalékot, de annak van ugye a 3-szorosát is. Tehát igen, lehet jutalékmentesen venni ingatlant, vess magadra, ha utána baj van, akkor már ne hívjál. Illetve 1000 euróért segítek, hogy mit tudsz tenni, de talán a Dr. Tóth Andrásnak volt egyszer egy előadásában egy idézet, hogyha kiugrasz a 10. emeletről, és a 9. rájössz, hogy hibát követtél el, akkor ne hívjál föl, majd ha leértél és még élsz, akkor hívjál, akkor megmondom, hogy hova kell menni orvoshoz. Tehát ha már a hülyeséget elkövette valaki, akkor általában nagyon nehéz segíteni rajta. Egy lakásvételnél az elején van a legnagyobb kockázat, nem amikor eladod vagy használod. Egy rossz vételből kijönni nem nagyon lehet. Kinéztünk egy ingatlant, meg is állapodtunk, és tudna segíteni a lebonyolításban? Igen. Ez a bizonyos 990 eurós plusz áfa költséggel, egy ilyen tanácsadói díjjal, ez azonban a legkorrektebb, legfairebb, mondom, ez 4 óra vagy 5 óra lakatos munkát jelent egyébként. Ez online, nincs időkorlát ebben, tehát segítek a lebonyolításban, de a legjobb az, hogyha én vagyok, aki képvisel ingatlanosként, ez nyilván az kell, hogy a másik, az eladó oldali ingatlanos is elfogadjon, ezt majd megbeszéljük személyesen. Mire kell figyelnünk a vételnél? Nagyon sok mindenütt nem tudom elmondani. Pontosan mire kell figyelni, elmondtam, a 4 órás anyagban benne van. Jó, tehát hogy ne lőjél bakot, és jó irányba indulj el, a 4 órás anyag megvétele a legjobb befektetésed. 1000-szeresen meg fogsz térülni. Könnyen kiadható egy muraui lakás? Vagy egy gráci lakás? Vagy egy klagenfurti lakás? Nézd, könnyen kiadható. De, és itt jön a de, a vidékkel, meg a egyebekkel. Könnyen kiadható, de kérdéses, hogy milyen hosszú távon, meddig, lehet, hogy csak magyar fogja kivenni, 1 évre vagy fél évre bérli, utána üresen áll, ez egyik, mert ott állandó lakos nagyon kevés van, egyre kevesebb. Ráadásul Murau, Ausztriában a leggyorsabban fogyó lakosságú Becirk, tehát a járás, ugye járás központ ugye Murau, Becirkshauptstadt, és a leggyorsabban csökkenő, tehát azt mondják, az elkövetkező 10 évben valószínűleg a 25%-kal csökken. A lakások persze nem pusztulnak el, azok ott maradnak, a lakosok csökkennek, bérlő az nem nagyon van, hiszen egy turisztikai régió, tehát ki lehet adni, csak hogy mit hoz a jövő, és hát általában nem fölfelem lefelé megy a turisztikai régióban a lakások ára, pláne attól óvakodj, ha mondjuk veszel egy új lakást, mondjuk van ilyen sládmikban 10.000 euró per négyzetméterért, azt a pénzt többet nem fogod látni, aki akar szállni belőle, de ha az a vágyod, tehát nekem is volt ilyen ügyfelem, aki 10.000 euró per négyzetméterért vett egy tóra néző hatalmas teraszos lakást, mert az ő öröme, meg egyébként nem zavarta az a pénz, ami 1 millióba került, azt simán kifizette, de akkor azt ne befektetésnek tekints, jó? Ha valamit szeretsz, imádsz, van nekem egy ilyen barátom, akinek minden az autó, és 100 ezreket költ a legújabb modell Mercedesre, egyebek, akkor én azt nem nagyzolásnak tekintem, azt mondom, hogy ebbe éli ki magát. De az autót nem befektetésnek tekinti. Oké? Okay? Tehát ki lehet adni muraui lakást, csak kérdése az, hogy a végén mennyit fog érni, vagy mit tudsz vele kezdeni. Ha valamelyik ingatlan megtetszik a neten, és Street View alapján is szimpatikus, lehet-e 2-3 napot foglalni, amíg oda tudunk érni? Nem. Nem lehet. Tehát magyarul nem lehet lefoglalni az ingatlan. Ha egy ingatlan jó, akkor ne gondolkozzunk, ne azon filozunk, hogy miért adja el az eladó, mert szoktak ilyen láthatóan abszolút nem értenek a befektetéshez, de hallottak már egy pár jó mondat, gondolatot, hogy hát tudjuk meg, hogy miért akarja eladni. Ez egy jó információ lehet, ha tudsz mit kezdeni. Legtöbben, akik fölteszik ezt a kérdést, nem tudják, hogy mit kell ebben kezdeni tárgyalstratégiailag, mi erre a stratégia, hogyha erre az információ megkapod a választ. Tehát ne próbáljuk okoskodni, hanem próbáljuk azt megnézni, hogy nekünk megérje. Nekem nagyon sok olyan ügyfelem van, sőt több olyan ügyfelem van, aki az okoskodás miatt és a gondolkodás és a na majd mi meg, mert leverjük az árat, meg mi alkudó típus vagyunk, majd én alkuszom, lemaradtak az ingatlanról, és azon sírtak fél évig, mint aki vett. Tehát Ha van egy jó vétel, akkor ne azt nézd, hogy mióta, ne azt, hogy hányan nézik. Neked jó-e, megfelele, és akkor lépj, adj egy ajánlatot. Akár lehet olcsó ajánlat is, és hogyha annyira nem adják oda, akkor meg nem veszed meg. De alkudni tudni kell. Az, aki okos kérdéseket föltetve hallott már ilyet, de nem tud alkudni, ez pont olyan, mintha valakinek odadná egy legújabb autót egy falusi egyszerű ember, aki sose vezetett autót, és megmutatod, na ezt, ha gáz nyomod, akkor gyorsabban megy. Ettől nem lehet neki engedni a körútra, ha ennyit tud, jó? Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ebben segítek az ügyfeleknek, hogy hol, milyen módon érdemes alkudni, és mire érdemes figyelni. És ha megvan a fekete hattyú, ha megtaláljuk azt a problémás dolgot, akkor abban lehet alkudni. Oké? Okay? Ez egy hasonló kérdés, mint már volt, bizalmi vagyonkezelő, ezt nem tudom mi a túró, bevallom őszintén, ez van magyar találmány, úgy, mint ahogy ugye kimentik a 1000 milliárdokat, ez valami fura dolog, de mindig egy magyar cégről lehet szó, ez a vagyonkezelő, mindegy, hogy minek nevezed, vagy Kft., ami Magyarországon könyvelnek, az Ausztriában így is kell könyvelni a bérbeadás miatt, dupla költség és NER kockázat. Én meg egyetlen ügyfelem soha nem választottuk ezt a megoldást. Egyébként, csak hogy tudjad, a svájci banknál 10-szer biztonságosabb egy osztrák ingatlan. Egyrészt nem tudják ellopni a svájciak, ma azért volt már ilyen a háborúnál, de most erre akarom a hangsúlyt fektetni, hanem a svájci bankban le tudják kérdezni, hogy mit van. Van Ausztriában egy lakást, de sose találja meg a magyar NER, vagy adóhivatal, vagy akárki, aki el akarja venni, akinek útba vagy, mondjuk úgy. Jó, tudnak küldeni képeket a lakásról, a kertről, meg lehet nézni a bérbe adott lakást? Legtöbbször meg lehet, alkalmazkodni kell a bérlőhöz, de csak akkor szoktam hozzájárulni, vagy akkor szoktam leszervezni, hogyha látom, hogy komoly a szándék. Tehát ha valaki fölép, hogy hát megnéznénk 5-6 lakást, mert most adunk el éppen mi is Pesten, és majd abból vennénk, ez egy olyan nyitás, amire nem mutatok ingatlant. 1, nincs meg a pénz, 2, megnéznénk 5-6 lakást, először meg kell néznünk 10-et online, és ki kell válaszolnunk ott a 2-t, ami érdekes. Nem 5-6-ot megnézni, hogy tájékozódjunk. Tehát ez nem egy mozi, amire befizetek, és akkor megnézem, aztán annyi. Lehet, csak akkor a 100 eurós óradíjamat ki kell fizetni, mert turista vezetővé válok, és nem ingatlanosként. Akinek nincs pénze, az turista vezetést hoz. Jó? Tehát kicsit ebben határozott vagyok, de ugyanilyen határozottsággal védem meg a magyar ügyfeleimet, és úgyhogy se magamból, se az ügyfeleimből nem engedek hülyét csinálni. Jó, tehát meg lehet, meg kérünk a lépcsőházon, meg egyébként a képek, nem, legtöbbször nem lehet. Publikus, hogy miért adja el az ingatlant a jelenlegi tulajdonos, ezt is kérdezték most. Nem. Ezt megkérdezni se érdemes. Egyébként a legtöbb ilyen lakásnál befektető csoport adja el. Ha szeretnéd tudni, hogy miért adja el, mert az Excelbe úgy jött ki neki. Tehát a profi befektető a számol, és tudja, hogy mikor érdemes eladni, és mikor érdemes beszállni egy újba. És most van olyan pillanat, hogy több befektető likvidálja a lakásokat. Ez egy rohadt jó lehetőség neked, aki nem vagy profi befektető korlátlan tőkével és 1% alatti kamattal kapott hitellel, ez neked egy pont jó fázis lehet belépni. Nem fogsz tudni annyit keresni, mint az előző, de bőven többet fogsz tudni keresni, mint amit gondoltál. Tehát ne akarjunk mások lenni, mint amik vagyunk, jó? Legtöbbször a bérbeadott lakásokat befektető csoportok adják el, vagy befektetők adják el, akinek van 10, 20, 100, 500 lakása. Miért adja el? Mert az Excel ezt mondta neki. Jó? Lakásba be lehet jelentkezni másodlagos lakcímmel, Zweitwohnsitz, a színűző német, vagy csak elsődleges lakcímmel, Hauptwohnsitz lehetséges. Na ez egy lényeges kérdés. Tehát a nagyvárosokban, mint Bécs, Graz, Linz, egyebek, oda be lehet jelentkezni bárhogy, de például Murauban csak állandó lakcímmel lehet bejelentkezni, vagy pedig bérbe kell adni kötelezően, turisztikai céllal, tehát nem lehet az, hogy csak nyaralóként használom, úgynevezett Zweitwohnsitzként, jó? Ez egyedileg önkormányzati határozat szintjén szabályzott, jó? Tehát itt nem lehet arra hagyatkozni, hogy mit mond az eladó, hanem arra kell hagyatkozni, hogy mit mond az önkormányzat. Oké, ez egy lényeges dolog. Például adtam el a Hárstátnál lakást, és ott nagyon nehezen találtunk olyat, amit az ügyfél meg tudott venni Zweitwohnsitz bejelentkezéssel, magyarul, hogy mondják, ezt van állandó lakcím, meg ideglenes, ugye a nyaraló, vagy egyéb célra, és az ideglenesre be lehetett jelentkezni, mert állandóan nem akar. Tehát nem mindig lehet találni, főleg a légi ingatlanokra nincsen korlátozás. Aztán új tulajdonlapot tudnak küldeni? Nem. Tehát ez is magyar módi, ezt is vetközzük le, és rakjuk tisztába. Tulajdonlappal kiadnánk a tulajdonost. Eszünk ágába sincs. Ilyet nem csinál egy osztrák ingatlanos, tilos neki. 2. A tulajdonlapot azért akarják tudni, hogy van-e rajta hitel. Mi köze a vevőnek ahhoz, hogy az eladónak van rajta hitel, amikor megveszi, tehermentesen veszi meg, vagy a saját hitele fog rákerülni. Ezek abszolút magyar, elég erős beidegződések, amit Ausztriában el kell felejteni, értelme nincs. Oké, tehát saját magunknak fals gondolatokat, meg készpénzes vevőként adnak el, ezek mind-mind érdektelenek, jó? Ráadásul készpénz. Szóval mindig utalni kell egy közjegyzőn, vagy egy ügyvéd letétkezelő számláján keresztül, tehát nincs az, hogy viszem a táskába a pénzt. Rosszabb esetben elveszik a határon egyébként, 10 euróig lehet átvinni a határon per fő készpénz. Annál több van, azt simán elveszik, úgyhogy nem látott többet. Ezt magyaroknál fogalmuk sincs. Jó? Jelenlegi bérlőkről mit lehet tudni? Ha majd megtekintetted, és komolyan válik, akkor megtudod, hogy milyen a bérleti szerződés. Így előre, bár sokan telefon, vagy írnak egy e-mailt, és odaírja, hogy Kovács Géza. Még egy telefon sincs. Tehát ha valaki egy telefonszámot nem ad meg, annak én kiadnék bérlőadatokat? Gondolkozunk ezzel egy fél percig, jó? Tehát, és soknak visszaérve, hogy kéne egy telefonszám, hogy tudjam, kivel beszélek, tudjak egy pár kérdést föltenni, tehát tudjam, mit ajánljak. És erre újra ír valamit, hát ez meg az, meg el az érdek, és megint nem, hogy akkor szerinted ebben foglalkoznom kell? Aki a saját telefonszámát, az ingatlanosnak, aki bizalmas, nem adja meg, annak én adjak adatokat bérlőről, tulajdonlapról, címet. Oké, de ezeket helyre kell tenni, és Ausztria egy nagyon-nagyon fekete-fehér ország. Itt vannak szabályok, ezt az osztrákok, akiknek jó része felség nem szereti, ezt mondom, de szabálykövető birkák, nem kérdeznek meg semmit. A magyar meg még azt is megkérdőjelezi, amit tuti. Azt nem kéne. Jó? Na, jelenlegi bérlőkről mit lehet tudni? Semmit. Majd ha oda jutunk, meglátod. Egyébként nagyon érdekes. Most volt egy pár megtekintésem az elmúlt időben, itt nyáron, és nagyon meglepődtek az magyarok. Ó, milyen kedves, aranyos a bérlő, milyen klasszul be van rendezkedve, egyebek, tehát az embert ott meg fogod tudni ismerni, de az nem megy így e-mailben, telefonszám, meg minden nélkül, meg eleve, tehát ki kell jönni. Jó, érdemes garázsra vagy garázs nélkül lakást tenni? Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert egy ügyfelemnél, amikor beszélgettünk arról, hogy mondjuk talán volt olyan lakás, ami azóta elkelt, hogy nem volt garázs, akkor a kollégámmal beszélt, és azt mondta a kollégám, hát bizony nagyon sokan úgy keresnek, hogy nem kell lakás, még nem is minden lakást, vagy nem kell garázs, nem is minden garást lehet bérbe adni. És ettől átbillent az ügyfél, hogy neki csak olyan lenne érdekes, ami garázsmentes. Jó, tehát ilyen nincsen. Tehát erre is és arra is vannak bőven igénylők. Például most egy olyan lakást tesz az ügyfelem, egy hatalmas gyönyörű tetőterasszal egyébként, amelyhez van garázs, és a bérlővel beszélve, aki egy nagyon szimpatikus fiatal ember, a párjával azt mondta, hogy hát garázs nélkül ki se vette volna. Tehát ez, hogy anélkül vagy abban, általában egyébként, hogyha most befektetőként a számolást jelent, számolunk, akkor a garázst, ha hozzáveszed, ami 15-20 euró között szokott lenni, és annak a bérleti díja fajlagosan több hozamot hoz, mint a lakásé. Tehát magyarul az a fura tapasztalat van, hogyha a garázsal együtt veszel, akkor az garázs növeli az átlaghozamodat. Befektetői szemléletből legalábbis. Oké? Bútorozottan vagy bútorok nélkül érdemes kiadni, mindig bútor nélkül, kivéve természetesen a konyhát, ami beépített, és azért külön bérleti díjat 350 eurót, 30-50 euró között szoktunk kérni érte. Meddig és kinek kell bérbe adni a befektetési ingatlant, amit nettó áron vettünk? Idegennek. Ez a legfontosabb. Tehát nem lehet családtag, bármi. Vigyázz már az adóhivatal, hogyha egy, nem tudom én, egy 200 000 eurós lakásnál, ugye az áfot 40 000 van a levegőbe, rájön arra, hogy te a fiadnak adtad ki, aki éppen Bécsbe tanul, vagy Grázba, akkor a 40 000 euróért felemeli a fenekét, és elhozza tőled azt a 40 000-et, és te maximum csak fizetni tudsz. Egyébként még akkor sem biztos, hogy rossz az ár, de nem érdemes vele próbálkozni, jó, ismerős, meg haver, meg egyebek. A házkezelő vagy a Management Pluszos cég intézze, akkor nem lehet azt mondani az adóta részéről, hogy ez valami ismerős, vagy te csinálod, vagy közeli. Milyen a környék, tiszta, biztonságos, szokták ezt kérdezni? Hát nincsenek gettók, Grázban például. Tehát magyarul ilyen nyolcker, ahol majdnem azt mondom, hogy Orbán fajta, szóval ahol ilyen roma és egyébből van bőven, itt nem nagyon van. Persze vannak migránsok, szokták, hogy mennyi a migráns Grázban, és sok a migráns, és a piszkok egy jó része magyarul beszél, teljesen kedvesen, normálisan. Nyilván van egy csomó töröktől kezdve minden egyéb, de ez mondjuk nem annyira jellemző Grázban, inkább Bécsre. Úgyhogy ilyen, hogy rossz környék, tiszta és biztonságos, erre nagyjából azt mondom, nagyjából az egész ilyen. Van bűnözés természetesen, de az arányok számítanak. Jó? Még egyszer visszautalnék erre a videó alatti leírásban lévő termékre a magyar felületen, hogy tudod megvenni, a Udemy-n, ahol mind a két ilyen kártyával tudsz fizetni, ahol olcsóbb a Udemy azáltal, hogy nincs 27% áfa rajta. És van a harmadik lehetőség, hogy tudok neked segíteni, hogy 1000 euró per ingatlan megvásárlásánál a teljes folyamatban tudok tanácsadóként melletted lenni, ugye képviselek tiszta szívvel, lélek, ami nem lenne egyébként, ha nem én vagyok a te vevőoldali ingatlanosod, akkor 990 euró plusz áfa, ez egy online szolgáltást jelent, tehát nem arról van szó, hogy megnézek veled 6 lakást Vorarlbergtől Grazig, Bécsben, nem tudom én, akárhol, tehát 5 napot autózunk, akkor azt már 100 eurós óradíjat kell számolnom, mondom, a Renault-nál az olajcsere 160 euró, tehát csak hogy tud helyre tenni a költségeket, óránként 160 euró, bocsánat, nem az olajcsere, az több minden együtt, jó? Amit én javaslok, hogy regisztrálj, és most visszamegyek a webre, és remélhetőleg van egy jó pár kérdés, arra próbálok válaszolni, úgyhogy most visszamegyek, most rakjátok be elejére, végére 3-3 kérdésre, tudok, válaszolok örömmel. Jó, most nem akadodik. Az iPhone volt a hiba, valószínűleg itt benne a kabinban a nap rásütött és túlmelegedett, és valami csökkentett módba ment. Átkapcsoltam a másik wifi-re, és most jó. Ha 20 évig bérbe kell adnom, a bérleti 20 évig kötött nem, erre már válaszoltam. Azt mondja, mi volt még itt? Mi volt még itt? Itt van. Grazban szeretnék költözni a párommal, és munkát vállalni, mint burkoló. Szerinted milyen esélyem vannak? A neten nem tökéletes B1-es nyelvvizsgán tettem le Németországban. Nagyon jó a kérdés, és örülök neked, Maverick, akárhogy is hívnak, ezekkel a nevekkel nem tudok megbarátkozni. Szóval a rövid válaszom annyi, hogy igen, tehát ha értesz a szakmához és szeretsz dolgozni, akkor biztos vagyok benne, most megakad, tudom, megint időnként még mindig megakad. Szóval, amit érdemes tudnod arról, hogy burkolóként, tehát ha tudsz dolgozni, de nem magyar minőségben, osztrák minőségben, és akarsz dolgozni osztrák tempóba és nem magyar tempóba, tehát a fugák, egyebek, tehát én láttam sokszor, hogy magyarok jöttek ki dolgozni, és az osztrák művezető egyszerűen nem vette át, tehát le kellett verni a csempét. Tehát nyilván minőségben, hogy nagyon jól tudsz keresni, úgyhogy ez egy jó irány lehet. Sajnos az interneten van, amilyen, hát ez tanulságos, itt nem szinten. Jó, tehát az a javaslatom, hogy igen, és én mindenképpen Grazba költöznék, nem Bécsbe, és Németországban meg azt egyáltalán nem. Az, hogy B1-es nyelvvizsgád van, az azt jelenti, hogy már tudsz kommunikálni, az bőven elég. Tehát azt szoktam mondani, ha te félsz attól, hogy nem tudsz németül elég jól, az osztrákok se tudnak, mert vagy stájrul beszélnek, vagy a der didász, a mellékmondati, alárendelt szórend, és így tovább, fogalmuk sincs. Össze-vissza beszélnek, össze-vissza, és azért, mert a der didász nem tudják, ez. Ilyeneket szoktak kiejteni névelőként, hogy ne kelljen, hogy milyen névelő ott helyesen. Oké. Okay. Ha tervezel Grazban ingatlant vásárolni, akkor én szívesen segítek, ha engem választasz, 2 út van, vagy 3 út, vagy a kínálatból, amiben vannak jó lakások, most egyre többet hozok be. A másik, hogy keresek neked, hogyha a partnerek együttműködnek, ugye itt vevő és eladó oldalnak a két ingatlanos együtt kell működni, ez nem mindig működik, de az esetek 80%-ában igen, vagy hogyha te magad kinéztél, és én nem tudok ebbe úgymond ingatlanos, tehát hogy ne kerülj neked pluszköltségbe, hanem a weboldali jutalékot nem a másiknak adod, fizeted, úgyis úgy is kell fizetned, hanem nekem, akkor van lehetőséged arra, hogy ingyen képviseljek, ha de az nem lehetséges, akkor egy 1000 eurós egyszeri díjért online támogatom a vételedet, hogy ne legyen vele gond. Kedves István, jelenleg kamatszintek mellett tanácsos hitelt felvenni és használni az emelő hatást, vagy még mindig magas hozamokkal összevetve. Határesetem van, tehát azt kell mondani, hogy olyan 3,5% körül reális, mondjuk Nóra tudja meg pontosan megmondani, de amit én figyelek, 3,5% körül vannak az ingatlan kamatok, és hát ugye 3,5% körül van a hozam, ha valaki volt nálam befektetési, ingatlanbefektetési tréningot, tudja, hogy ennek a kettőnek az aránya rossz Magyarországon, tehát Magyarországon lehet, hogy 4% hozamot elérsz, de 5,5 vagy 6-ra veszed a hitelt, akkor a hitel az csökkenti a tőkédre számított hozamot. Ausztriában ez eddig fordítva volt, most paritásban van, most ugye nagy hír az, hogy az amerikai és a amerikai Fed, illetve az Európai Központi Bank is kamatot akar csökkenteni, a gazdaságot kurblizni akarják fölfelé. Ez nem tudom, hogy mikor történik meg, de mihez lemegy 3% alá, vagy 2,5%-ra, vagy na Isten, mint régen 1%-ra, akkor nagyon megéri. Jó? És a rossz hangminőség, vagy a képakadásokért elnézést kérek, föl fogom rakni a teljes videót egyben, mert az én gépem föl is veszi, de valahol itt az internet nem jó. Sajnos ez nem jó helyet választottunk horgonyzásra. Ezt nem látod, de egy hajóban vagyunk a vitorlásunkon. Jó, tehát nagyjából annyit tudok mondani. Azt kell megnézned, hogy milyen kamatozásra veszed föl, hogyha most nem biztos, hogy érdemes fix kamatozást lekötni 10 évre, mert ha lefelé fognak menni, ami várható, lefelé kell, mert a gazdaság fulladozik Európában, ha lefelé fognak menni a kamatok, akkor az Euriborhoz kötött kamatlábbal tudsz később jobb kamatot elérni. Illetve a másik, amire figyelj oda, és ez egy fontos tanács, hogy nagyon-nagyon sok finomságon múlik, például, amit mutattam, 2-3-ban ingatlant, aminek 3,8 körül van a hozama már most, és periódusváltásnál sokszor akkor tudsz az inflációnál magasabb átlagbérleti díj növekedést érvényesíteni. Akkor 3-5 éves periódus váltása van, akkor vagy fölmondod a bérlőnek, és egy újat keresel, vagy azt mondod, oké, de akkor egy új szerződést kössünk magasabb díjon. Ebbe fog tudni segíteni a menedzsment. Végét is vállal az ingatlankezelő? Nem tudom, megmondom, hogy meg kell kérdezni. Nem biztos, hogy a kockázata nagyobb, a munka és a jogi része bonyolultabb. A végét általában maga kezeli az ember, a végébe a nagy befektetők vagy ingatlankezelők nem szoktak belemenni. Végé az a Wohngemeinschaftot jelent, ami Magyarországon nem tudom, hogy nagyon divatos-e, de teljesen normális az, hogy van egy régi belvárosi lakás, amiben 4 nagy szoba van, meg egy konyha, és van 4 szobát 4 diák veszi ki, nem messze mondjuk az egyetemtől, és akkor mindegyik összességben többet fizet, mintha egy családnak adtam volna ki. De így mondom, itt vannak kockátok, és jó az, hogy ott általában évesek a szerződések, ugye mert diákokról van szó, és nagyon fontos, hogy az igény a gyereknél van, hogy jó helyen akar, a fizető pedig az apuka, aki pedig azt fizet, amit a gyerek akar. Tehát ez egy jó bevételi lehetőség, illetve van olyan is, fordítva is, az egyik lakás, amit mutattam ma, nem fogom mondani melyik pontosan, de ott például 4 szobában egy ilyen régi felújítandó lakásról van szó, például a közelben lévő húsüzemnek az alkalmazottai szoktak lakni, és úgymond ágyra fizetnek. Nem minden korrekt ebből így, tehát én nem így adnám ki, de hát magas hozamot el lehet érni, mert egy ágyra fajlagosan egy szobában van 2-3 ágy betéve, sokkal többet fizetnek a dolgozók, mint egy lakást egybe kiadsz. Tehát ugye a minél kisebbre darabolsz, mint annál több a fajlagos bevétele, ezt biztos tudod, ugyanakkor a költsége az nem jelentősen nő, vagy nem nő. Oké, tehát Péter, remélem, hogy tudtam válaszolni, időnként akad, nem tudom, mi a fenét csináljak, legközelebb nem itt leszek. Jó, ha van még kérdés, most tudtok betenni kérdéseket, ha nem, akkor majd felrakom ezt a videót, az egészet, vágatlanul úgy, hogy meg lehet nézni egybe, és vissza lehet nézni, és abban nem lesz akadás, mert a saját gépen felvételéből volt. Egyébként meg még egyszer visszatérve, amit itt látni mellettem, tehát regisztrálj, semmibe se kerül, és mindig folyamatosan napra készen kapod a legjobb információkat. Sokszor volt már, hogy valaki rendezte a weboldalra, látom, vállalta ezt vagy azt a lakást, hát miért nem tudtam róla, vagy akkor tudtam volna, én biztos megvettem volna. Utólag nem tudok segíteni, jó? Tehát ha kiúrik valaki a 10-dikről, a 9-diknél fölhív, hogy segítsek, meggondolta magát. Oké, tehát akkor kell, azért kell fejlődni. Nem kerül semmibe se, hetente 1-2 hírlevelet kapsz, ha meg nem érdekel, akkor is leiratkozol róla, ezt is meg fogod tudni tenni. Jó, és ha nincs jó szelet, köszönöm Péter, neked is egy csodálatos nyarat kívánok, meg mindenkinek, aki itt van. Hát sajnálom, és elnézést kérek a technikai akadozásért, sajnálom, nem tudok már mit tenni, legközelebb jobb helyre megyek, Isten leszek. Mármint nem én leszek Isten, hanem Ist szigeten, ezért szoktam, hogy Isten vagyok, Ist N. vagyok, tehát Iszt-szigeten, ott tökéletes, mert ott kevés a lakos, itt valószínűleg több tízezeren vannak ebben a régióban egy-egy toronyra, hiába jó a vétel, nincs sávszélesség. Na, hát sok sikert, jó nyarat! Én szerintem egyre inkább érdekes, és mondom azt vesz figyelembe, hogy mennyi a hozam, az értéknövekedés és a forint romlás, ezt összeadod, akkor általában 11-15% között van a hozam. Az infláció előtti időszakban, tehát az inflációt nem vettem bele, amivel lehetne sokkal szebb adatokat mutatni, csalni magyarul, azt nem vettem bele, hanem a normál időszakot. És még egy dolgot megmutatok, csak egy érdekességet, hogy egyáltalán visszamegyek itt, hol volt ez? Pillanatot kérni, egy nagyon érdekes dolgot, ami nem biztos, hogy kiderült elsőre. Ez a diagram azt mutatja meg, hogy hogyan váltott az elmúlt, tehát 2000-től 22-ig, hogyan váltott az ingatlanára. Látod benne a V betűt? Magyarul látod azt a bezuhanást, akár 30-40%-kal 2008-án, ami Magyarországon volt? Nem, mert nem volt átcsökkenés. Tehát azt kell figyelme venned, hogy a válság, ami most van egy privát válság Magyarországon, mármint gazdasági, erről sokat cikkeznek ma a nyugati lapok, hogy saját gazdasági válsága van Magyarországnak, a különutas dolgai miatt jó részt, de nem volt olyan zuhanás, tehát itt a stabilitás teljesen más, mint Magyarországon, jó? Ennyit hadd mondjak. Egyébként meg rövid távon az elmúlt években lehetett jobban keresni Magyarországon, csak ma már nem mennek égbe az árak, és hát a kamatokat úgy jött, az OTP most 1%-kal megemelt van, 6% vagy a fölött van, hát az nem semmi. Na, sok sikert kívánok, találkozunk a hírlevelekben, regisztrálj, és akkor nem maradsz le semmiről. Szép napot!